Súlyemelőtábor tartott Tamásiban a Koppány Sport Egyesület, melynek legfőbb célja kiválogatni azokat a tehetséges versenyzőket, akik eséllyel indulhatnak a 2026-os nyári ifjúsági olimpián, mondja Bachmann Béla, az egyesület elnöke. Sport 21 program által támogatott tábor tudunk rendezni 16-ától 20-áig, ez augusztusban, és ugye délelőtti edzésekkel gyakorolnak a gyerekek, próbáljuk egy kicsit ezt kihasználni, és hát ez egy kis támogatás. A legkisebb korosztályról van szó, tehát a 8 és 15 éves korosztálytól, nálunk ez 11 évesek és 15 évesek vannak ebben a táborban. A 17 éves Fenyő Dániel, az egyesület junior tagja, nemrég a legendás súlyemelőről elnevezett Messzi István emlékversenyen vett részt Kecskeméten. Dani jó formában érkezett a junior EB-re válogató versenyre, a korábbi hullámzó teljesítmények után most az eredményei is javultak. Júliusban már délután edzésekre is volt képes, tehát meg tudtuk oldani, hogy kettőt edzen. És akkor elég jó formában érkezett erre a versenyre, ami eredményben is megmutatkozott. Már eleve a kezdőfogásai magasabbak voltak, mint a korábbi versenyeken. Ez már jelentette azt, hogy kijöhet egy jó eredmény. Szakításban 118 kilóig jutottam, lökésben meg 148-ig. Robi pont alapján 70 ponttal megvertem a második helyzetet. Az elsődleges cél az egyéni csúcs volt, amit szakításban, lökésben és összetettben is teljesített, így a 73 kilós súlycsoportban a dobogó legfelső fokára állhatott, és a legjobb junior versenyzőnek járó díjat is Fenyő Dániel kapta. A 266 kilós összetett eredményben még bőven van tartalék, és az igazi csúcsok vissza vannak. Úgy gondolom, hogy ezzel az eredménnyel szintet lépett, és mivel a verseny junior EB-re válogató verseny volt, én úgy gondolom, hogy csak egy kicsit is közelebb kerültünk az Európa-bajnokság indulásához. Kellően motivált versenyzőről van szó. Nyilván korosztályos bajnok, korosztályos válogatott versenyző, és én úgy gondolom, hogy tehetsége is megvan hozzá, hogy a határa csillagos ég legyen. Nagyon fontosak a célok, és az idei évre nyilván a junior Európa-bajnokságot tűztik ki, mint legfontosabb cél. Ez lenne a főversenyünk. Reméljük, hogy Finnországban ott lesz majd, és bemutatkozhat a junior korosztályban. Első éves junior versenyzőről van szó. Ez mindig azt jelenti, hogy sokkal nehezebb évben, az első év. Erősebbek az ellenfelek. Nyilván dolgozni kell ezen, és megmutatni azt, hogy és kihozni kimaxolni minden versenyt, megmutatni azt, hogy lehet rá számítani, és úgy gondolom, hogy itt egyesületi szinten is a felkészülést zömében egyesületben történik, és javulnak az eredményei folyamatosan, fejlődésre. Elvégezzük azt a munkát, amit el kell végezni, amit lehet. És idén még nyilván vannak célok az Európa-bajnokságon kívül is, ott van a junior országos bajnokság, a felnőtt országos bajnokság, mind kiemelt versenyek idén. Junior korosztályban még nincs bajnoki címe, ezt is szeretnénk megváltoztatni. Nem csak súlyemelésben, íjászatban is kiemelkedő eredményeket érnek el a helyi fiatalok. Németh Róbert, a Tamási Íjász Egyesület tagja is részt vett a közelmúltban Szekszárdon megrendezett íjász világbajnokságon, ahonnan Európa és világbajnok aranyéremmel térhetett haza. A világversenyre 12 országból közel 550-en neveztek be. Hát a verseny elején megijesztettek, hogy ők ufók, mert hogy nagyon jól lőnek. Aztán az első nap viszonylag jól ment, mert 15 pontot rávertem a második helyezetre, és akkor úgy gondoltam át, hogy még lehet belőle valami, és akkor lett az, hogy világbajnok lettem. Három különböző pályán megyünk, minden pályán 28 cél van, 28 különböző állat, különböző távokon, megyünk az erdőbe, ki van szallagozva, merre kell menni, dombról föl, dombra le, és különböző pozíciókból, különböző távokra kell lőni az állatokra. Ez aznap derült ki, hogy milyen lesz a pálya. Mikor elindultunk, akkor már tudtuk, hogy körülbelül mennyire lesz nehéz. Ugye a legjobb, ha az ember minél több versenyre elmegy, és többet tud gyakorolni, mert akkor ugye magára van hagyatva,
hogy milyen távokra lő. Hát én nem azt mondom, hogy sok versenyen voltam, mert annyira nem voltam sok versenyen így a világbajnokság előtt, de tudtam itt lent gyakorolgatni, már itt benn van nekünk egy lőterünk, és különböző távokra kimentem, hoztam magammal egy távmérőt, és akkor megméregettem utána, hogy ez körülbelül hány méter. Németh Róbert azt mondja, számos célja van még az elkövetkezendő évekre. A felkészülést már most elkezdi, hogy minél jobb eredményeket érhessen el. 2 év múlva megint egy Európa-bajnokság, 3 év múlva megint egy világbajnokság. Az biztos.